Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Mitrovics Miklós történész, Lengyelország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok. Vasárnap választanak Lengyelországban. El tudnám magyarázni a rendszert, a választási rendszert úgy, hogy én is megértsem? Igen, megpróbálom, nem olyan bonyolult. Lengyelországban két ház van egy alsóház, a Szejm, és van egy felsőház, a Szenátus. A Szejm a lényeg, lényegében ugye mindenki erről beszél. A Szejmben 41 választókerület van az országban. A 41 választókerületben pártlistákat, választási listákat állítanak. Jelenleg 11 választási lista van, illetve 10 olyan, ami mindegyikben, majdnem mindegyikben listát állít, és van egy-egy, amely csak egy-egy választó kerületben szerepel. Itt kezdődnek a bonyodalmak. De igazából ezek marginális helyi kezdeményezések. Lényegében azt lehet mondani, hogy 6 olyan választási lista van, amelyre érdemes figyelnünk. Na most még visszatérve a választó kerületekre, tehát említettem, hogy 41 van belőle, de ezek nem egyformák. Lakosság arányosan változik, hogy melyik választókerületből hány mandátumot lehet megszerezni. A legkisebb választókerületből összesen 8-at, tehát 8 mandátumért küzd az összes párt. A legnagyobbból, ez a varsói, 20-at lehet begyűjteni. Közte meg mindenfélék vannak. Tehát az a lényeg, hogy a 6, majd erről lesz szó, hogy melyik az a 6 választási lista, amelyre itt figyelünk, ők küzdenek azért, hogy a 460 fős Szejmben legalább 231 mandátumot szerezzenek, amivel többséget tudnak alkotni. A Szenátus egyéni mandátumos választási rendszerben dől el, 100 tagú a Szenátus, értelemszerűen 100 választókerület van, tehát ott egyéni jelöltekre lehet szavazni. Na most itt az ellenzék lényegében, a liberális, baliberális ellenzék lényegében koordináltan indít jelölteket, tehát nem indítanak egymás ellen. Nincs közös ködés, de nem indítanak egymásra szemben. Kiválasztották, hogy hol ki a legerősebb. Vannak egyébként független jelöltek is. A kormány oldal nem nagyon tudott kivel koordináltan indulni, tehát ott például a szintén nemzeti radikális oldalhoz tartozó konfederáció is indít szinte mind a 100-ban. Ha jól láttam, a választási bizottság honlapján mind a 100-ban jelöltet. Tehát egyfordulós, tehát aki többet szerez, megszerezte a szenátusi mandátumot. Hozzá kell tenni, hogy jelen pillanatban sem volt, az elmúlt 4 évben nem volt a kormánynak többsége a szenátusban. Ez 2 főt jelent, 2 fő kellett volna hozzá. A sok ellenzéki párt és a függetlenek többségben voltak. Ez valószínűleg most is így lesz a koordinált indításnak köszönhetően. Szenátus egy történelmi hagyomány, mint amikor a főnemesek beülnek egy felsőházba, vagy érdemi feladatai vannak Lengyelországban. Igen, hát a két világháború közötti Lengyelországban volt szenátus, majd a szocialista rendszerben nem volt, és ezt visszaállították 1989-ben a kerekasztal tárgyalások következtében, vagy megállapodás szerint. Lényegében nincs olyan nagyon sok szerepe, de azért a Szejm által elfogadott törvényeket először a szenátus elé kell beterjeszteni, és a szenátusnak is meg kell szavaznia. Vagy ha nem szavazza meg, akkor visszadobja a Szejmnek, amely végül is módosításokat tehet, de a szenátusnak igazából akkor is el kell másodszorra fogadni, ha nem tesznek módosításokat. Tehát olyan nagyon nagy szerepe nincs. Van törvénykezdeményezési joga, tehát mondjuk a szenátus tud a Szejmben törvényt kezdeményezni. Ez nagyon érdekes. Ilyen volt egyébként most az elmúlt időszakban pont jogállamossági kérdésben. És így módosított a Szejm bizonyos törvényeket a szenátus kérésére. Átmegy a szenátuson is, akkor utána megy az államfő elé, aki vagy aláírja, vagy az alkotmánybírósághoz küldi, vagy megvétózza. Nincs most államfőválasztás, de tehát ide tartozik tematikailag. Az államfő pozíciója az ebben a hármasban micsoda? Hát erős pozíciója van, közvetlenül választják az államfőt is. Ugye Andrzej Duda jelenleg Lengyelország elnöke, aki a PISZ, tehát a jog és igazságosság, a jelenleg kormánypárt berkeiből érkezett, ez ő jelöltje volt. Erős jogköre van, vétózhat. Az ő vétóját 3/5-ös többséggel lehetne a Szejmben
ellenvétózni, érvényteleníteni. Erre ugye nincs nagyon lehetőség, nem is volt az elmúlt 30 évben, hiszen soha senkinek nem volt 3/5-e, úgyhogy, és nem is lesz várhatóan a következő 4 évben sem. Tehát igazából, ha az elnök vétóz, akkor visszakerül a Sejmhez, és módosításokat kell rajta végrehajtani. Tehát a vétó erősebb, mint a szenátusnak az elutasítása, hiszen akkor azzal a törvénnyel nem lehet már mit kezdeni, tehát azt újra kell akkor fogalmazni, újra el kell fogadni, és újra végig kell menni a szenátus és az államfő elé. Kik indulnak ezen a választáson? 38 pártról írt, összeszámolta, én ezt elsőre elhittem. Kikre kell ebből a 38-ból figyelni? Igen. Ugye, mint mondtam, 10-11 lista van, 6 listára kell figyelni, de ezeken azért írtam ennyi pártról, mert valójában ezeken a listákon több pártok képviselő jelöltjei indulnak. Nyilvánvaló az első, amire figyelni kell, az a kormánypárt fémjelezte lista, Jog és Igazságosságé, amelyen kisebb jobboldali pártok szereplői is helyet kaptak, ebből talán a legjelentősebb a Szuverén Lengyelország nevű kis párt, amely nem olyan régen még Szolidáris Lengyelország néven futott. Itt valami nagyon érdekes trükk történt. Elméletileg, vagy a közvélemény számára úgy prezentálták, hogy csak névváltozásról volt szó, de valójában úgy tűnik, hogy itt egy új pártot hoztak létre, Szuverén Lengyelország néven. Ez ugye Zbigniew Zsobró pártja, aki jelenleg az igazságügyminiszter, és akinek a nevéhez fűződik ez az egész bírósági rendszer átalakítás, és az ebből fakadó jogállamisági vita az EU-val. Tehát nem egy marginális figuráról van szó, tehát a Szuverén Lengyelország itt fontos. Tehát ez a kormányzó oldal. Aztán van még egy nemzeti radikális pártlista, ezt konfederáció néven szoktuk emlegetni. Itt se egy párt van, van itt a még radikálisabb nemzeti mozgalom, aztán vannak monarchisták rajta, köztársaságiak, itt mindenféle szabadságpártiak. Ez egy ilyen nagyon érdekes konglomerátum, ideológiailag nemzeti oldalhoz tartoznak, sőt, inkább a radikális szárnyához, gazdaságilag meg libertáriánusok. Tehát a zéroadó, majdnem a zéroadóval kampányolnak, és a zéro társadalombiztosítással, vagy önkéntes társadalombiztosítással, zéro szociális ellátással, egészségügyi ellátással, tehát azzal, hogy legyen minden fizetős. Talán kivéve leszámítva a nyugdíjasokat. Tehát ez egy nagyon furcsa konglomerátum. És akkor van 3 másik párt, amelyet a legegyszerűség kedvéért balliberális oldalnak szoktunk nevezni, de ez se teljesen igaz, ez a jelző. Ugye itt a legnagyobb a polgári koalíció, amelyben a polgári platform, a modern, a zöldek és a Lengyelország lengyel kezdeményezés névre hallgató kis pártocska van. Ez a legnagyobb, ezt mérik most a 28%-ra. Akkor ott a harmadik út, az is egy önálló lista, amelyet inkább ilyen konzervatív-liberális konglomerátumnak tartok. Egyrészt rajta van a Lengyel Néppárt, vagy Parasztpárt, Agrárpárt, ha itt szoktuk nevezni ugye Magyarországon, illetve a Lengyelország 2050 nevű viszonylag új párt. Itt az az érdekes, hogy a harmadik út az egyetlen, amely 2 nevesített párt választási koalíció, ezért nekik 8%-ot kell elérni a választásokon, nem 5-öt. Ez kockázat egyébként lengyel választási rendszerben? Kockázat, mert 8 éve a baloldal, 2 baloldali párt így nem jutott be a Sejmbe, 7,5%-kal, és ez azt jelentette, hogy akkor a PiS bár megnyerte természetesen a választásokat, de ha bejutott volna a baloldal, nem tudott volna egyedül kormányt alakítani 8 éve, így viszont a mandátum eloszlás máshogy alakult, hogy egy 7,5%-os lista nem jutott be a Sejmbe, és ezért a mandátum elosztásnál túl lett kompenzálva a PiS. Tehát ez most is veszély, ha nem jutnak be, akkor a PiS biztos, hogy egyedül kormányt fog alakítani. De bocsánat, hogyha mondjuk a valamelyik pártnak a listáján más pártok is vannak, és nyernek, akkor a másik pártokat is beviszi a parlamentbe? És akkor itt egy természetes kormánykoalíció alakul ki? Igen. Hogy néz ez? Igen, még bocsánat, még egyről a baloldal, még ennek a balliberális oldalnak a harmadik listája, ami szintén több baloldali pártnak a konglomerátuma, tehát még ők vannak itt, tehát ezekre kell figyelni.
És van még egy hatodik, a pártfüggetlen önkormányzatiak néven futnak. Őket 5% alá mérik jelenleg, tehát ők valószínűleg nem fognak bejutni. Na, igen, akkor a kérdésre válaszolva, ugye minden listán több párt van, tehát itt akár bejuthat 15-20 párt is a szembe. Egyébként most is azt hiszem 10, nem akarok hülyeséget mondani, de talán 19 párt van most is a szembe. Ez nagyon érdekes. Ugye a listákra, a területi listákra, ebben 41 területi listára ráteszik a helyben valószínűleg leginkább húzó névnek számító embereket. Csak hozza a mandátumot. Csak hozza a listára a szavazatokat. Tehát van olyan, hogy a PISZ-nek a listáján is van olyan listája, amin nem PISZ-es áll az élen. Sőt, van olyan listája a PISZ-nek, amin független jelölt van az élen. Ilyen van a polgári koalíciónak is, meg a baloldalnak is. Sőt, olyan is van, ami nagyon abszurdnak tűnik magyar szemmel, hogy PISZ tag, pártag indul az ellenzéki harmadik utas listán, valószínűleg helyi konfliktus miatt. Tehát látunk ilyeneket. Vannak olyan kis pártok, amelyeknek a tagjai több különböző listán is indulnak. Nem ugyanabban a választókerületben természetesen, csak gondolom helyileg másokkal voltak jóba, és ott kerültek fel listára. Tehát Lengyelországban nem lehet úgy leírni a választási, vagy a pártrendszert, mint Magyarországon, hogy itt van egy Fidesz-KDNP, ami lényegében egy egykézben tartott nagyon monolit egység, és vele szemben meg vannak mindenféle ellenzéki pártok. Itt maga a kormányzó tömb is nagyon heterogén, vagy sok kis pártból áll, és az ellenzék, a három nagy ellenzék is nagyon sok kis párt tagjaiból és képviselőjelöltjéből áll. Tehát ad abszurdum, az lehet, hogy lesz 16-18-20 párt a szemben, de nyilvánvalóan, akik egy pártlistán indulnak, azok már valamennyire azért megegyeztek egymással. Tehát nem a győzelem után kell elkezdeni a koalíciós tárgyalásokat, hogy ki mit kap, hanem azt mindenki előre tudja. Pártlistán belül azért nyilvánvalóan, hogy ők már kialakítottak egy közös választási programot. Egyedül egyébként a harmadik út valószínű az, hogy nem tudtak megegyezni egy közös programba, ezért igazából harmadik út alatt indulnak, de nevesítve a két pártot, ezért ugye, mint mondtam, 8%-ot kell elérniük, de ennek valószínűleg az van az oka, hogy a Lengyel Néppárt és a Lengyelország 2050 nem mindenbe tudott dülőre jutni egymással, még egy listán belül sem. Kikre kell figyelni? Milyen emberekre kell figyelni a lengyel politikában? Hát ebben nagy segítségünkre van, hogy a héten tartottak a lengyel közszolgálati televízióban egy vitát. Erre kötelezi a törvény a lengyel közszolgálati tévét, hogy vitákat kell tartania. Hát egyet tartottak. Részt vett a kormány oldal részéről a miniszterelnök, Mateusz Morawiecki, nem Jaroszláv Kaczynszki, a PISZ pártelnöke. Egyébként a PISZ táborban végzett közvélemény kutatások szerint is Morawieckinek kell folytatni a kormányzást, tehát neki kell maradni a miniszterelnöknek, és nem kell Jaroszláv Kaczynszkinak a helyre lépnie. Egyébként ez így volt 4 éve is. Aztán az ellenzék részéről Donald Tusk, akiről nagy érdemes beszélni, ugye ő visszatért lényegében a lengyel politikába. 2014-ben, amikor ő elment az Európa Tanács élére, jött helyette Éva Kopács, azt elvesztették a választást, de ő végül is Brüsszelben dolgozott, majd miután a tanács éléről lejárt a mandátuma, az Európai Néppártot vezette majdnem 3 évig, és ezt követően tért vissza a lengyel politikába, és rántotta össze a polgári koalíciót és társait. Tehát ő azt lehet mondani, hogy az ellenzék húzó arca. Egyébként a kampányban is lényegében azt láttuk, hogy a polgári koalícióban, ugye említettem, ott van 4 párt is, de lényegében Donald Tusk egyszemélyes kampánya folyt. Kemény kézzel vitte végig, és tényleg rengeteg energiát beletett. Most nem tudjuk, ki fog nyerni, de azt már most ki lehet jelenteni, hogyha neki ez sikerül győzelemre vinni ezt az ellenzéket, közvélemény kutatások alapján kijelenthető, hogy van esély, ugye másra nem tudunk appellálni, csak ezekre az adatokra,
akkor az egy óriási politikai tett. Ugyanis őt előtte az ellenzéki oldalon is nagyon sokan kritizáltak. Ő az, akit talán folyamatosan évek óta a legelutasítottabb lengyel politikusnak hoznak ki a közvéleménykutatók. És ha mégis meg tudja csinálni, akkor ez egy óriási politikai tett a semmiből visszajöve. Most persze túlzás, mert ő nem Gyurcsány Ferenc, egész más politikai múlttal meg mindennel rendelkezik, de ez nagyjából most magyar viszonylatban ez olyan, mintha Gyurcsány Ferenc visszajönne és megnyerni a választásokat. De mit csinált? A legelutasítottabbból egy győzelemre esélyes politikus, az hogy lesz valaki Lengyelországban? Mi kell hozzá? Külső körülmények változása, nagy kataklizma? Egyrészt az, hogy az ellenzék nem talált senkit helyette. Egyrészt Donald Tusk azért mondom, ilyet láttunk Magyarországon is, hogy nem találtak senkit, és ez nagy bukás volt. De induljunk akkor onnan ki, amit már mondtam, hogy ő azért nem Gyurcsány Ferenc abban a szempontból, hogy ő 8 évig kormányzott, ebből 7 évig ő volt a miniszterelnök, az egy viszonylag sikeres kormányzás volt. Tehát ők nem azért buktak meg, mert kudarc volt. Ők abba belefáradt a társadalom, nem vették túl komolyan 15-ben a kampányt, azt hitték, hogy simán nyernek, és meglepett mindenkit, hogy nem nyernek. Nem nyerték meg a választásokat. Tehát az egy nem várt bukás volt részükről. Tehát ő mögötte nem áll egy kudarcos 8 év, hanem mondom, inkább egy sikeres 8 év. Ez volt az egyik. A másik, hogy azért végül is ha úgy vesszük, feljebb lépett, nem kilépett a nemzetközi szintére. Rendkívül jól beágyazott az európai politikába. És még ő távol volt, nem volt helyette más. Akik voltak, azok csúfosan megbuktak 4 éve. Tehát akkor 16%-ot vert a PISZ a polgári koalícióra. Az nagyon sok. Az magyar választási rendszerben bő 2/3 lett volna. Ugye Lengyelországban az arányos listák miatt ez nem nagyon következhet be. Úgyhogy nem nagyon volt más, és igazából volt már igény arra itt a polgári koalícióban, hogy jöjjön vissza Donald Tusk, bármennyire elutasított, mégiscsak ő lesz az, akinek megvan a rutinja, a karizmája, a tapasztalata, a kormányzási évek, a nemzetközi beágyazottságtól kezdve minden. Ha ő nem, akkor senki. Lényegében így tették fel a kérdést. De ehhez képest azt írja a legutóbbi egy tévévitáról, hogy nem valami jól szerepel. Igen, ezt szeretném mondani, hogy ez az egyik. A másik az, hogy én szerintem a negatív kampány is segítette őt. Elképesztő negatív kampány megy Donald Tusk ellen, mióta visszatért a lengyel politikába. De hát az elmúlt fél év meg kimagasló. Tehát lényegében minden kormányzathoz köthető, vagy jobboldali média platformon és a köztelevízióban reggeltől estig az folyik, hogy Donald Tusk az ördög, ha visszajön, vége Lengyelországnak. De valakinek a bérence? Természetesen ebben a narratívában ő Vladimir Putyin és a német, aktuális német kancellár Angela Merkel vagy Scholznak a bérence, meg természetesen Manfred Weber bérence, bábja Lengyelországban, ez reklámspotokban, plakáton, és hát mondom mindenféle platformon, külön a köztévén egyébként nagyon profi módon megcsinált dokumentumfilmsorozatot forgattak Donald Tusk lejáratására, hogy ő az oroszoknak az embere, és amikor ő kormányon volt, akkor lényegében kiszolgáltatta az oroszoknak az országot, stb. Tehát elképesztő negatív kampány megy. Én úgy látom, hogy Donald Tusk neve hangzik el a legtöbbet a lengyel közbeszédben, természetesen 90%-ában negatív kontextusban. Szerintem ez, én úgy látom, hogy őt ez valamennyire spanolta is, és azt gondolom, hogy személyes indítatás is van abban, hogy ő most meg akarja nyerni ezt a választást, ha nem is egyedül, hanem a többi liberális baloldali párttal együtt. Ugye hozzá kell tenni, hogy Kaczynszkijék, Jaroszláv Kaczynszkijék a Smolenszki tragédia óta, tehát 2010 óta nagyon erősen támadják Tuskot. Lényegében nem túlzás azt mondani, hogy felelősséggel
vádolják a bekövetkezett tragédiáért. Lezuhant a repülőgép, igen. És lengyel vezérkar. Igen, erre nincsen semmi olyan, hogy mondjam, nyilvánosságra adott bizonyíték, ami Donátus személyét bármilyen módon felelősség lehetne vonni, de minden esetre őt folyamatosan vádolják abban, hogy ő tehet róla, hogy ez a körülmények úgy alakultak, ahogy alakultak. És nagyon sokan azt lehet mondani, hogy a PISZ tábor szinte teljes egészen hisz is ebben. Tehát itt a hitről van szó, nem a bizonyítékokról, meg a meggyőzésről. Tehát vannak olyan emberek, nagyon sokan, lengyel társadalomnak szerintem az egyharmada, aki nem lehet meggyőzni, hogy ez nem egy összeesküvés eredménye ez a katasztrófa. Tehát itt van egy nagyon erős személyi konfliktus is Jaroszláv Kaczyński és Donald Tusk között. Na most igen, volt ez a tévévita, amiről én is írtam, hogy Tusk alul teljesített, és hát a lengyel szakértők is egyértelműen ezt hozták ki az elmúlt napokban, hogy borzalmasan szerepelt. Való igaz, hogy nem volt egy korrekt. Tehát nem, ez egy nem egy igazi vita volt. Tehát a lényegében a kormány narratívájának megfelelő kérdések, tematizálás volt, ugye nem beszéltünk arról, hogy lesz itt egy 4 kérdésből álló népszavazás is, ez a 4 kérdés is napirendre került, nem kimondva, hogy itt a népszavazásról van szó, hanem igazából ezekben a témákban kellett a szereplőknek egy-egy percben elmondaniuk, hogy mit gondolnak róla. Egymásra nem lehetett reagálni, tehát arra nem volt idő, vagy az egy perc rovására. A végén kaptak egyetlen percet, hogy esetleg még bármiről beszéljenek, amiről nem beszéltek korábban. A kérdések felolvasása általában tovább tartott, mint a válaszok, tehát mindegyik 60 másodperc fölött volt, és 6-an voltak a vitán, 3 megszólaló válaszadó után még egyszer elmondták a műsorvezetők a kérdéseket, amelyekbe bele volt rejtve a helyes álláspont. A helyes álláspont természetesen. Tehát én azt gondolom, hogy fölkészülhetett volna erre a szituációra, nem hiszem, hogy nem tudta, hogy hova megy. Egy olyan tévébe ment, ahol mondom, filmet forgattak arról, pénzt, energiát nem sajnálva, hogy az oroszok embere, és hogy Lengyelország vesztére tör, és csak a hatalmat akarja megszerezni, és tudja, hogy napi 24 órában Tusk ellenes kampány folyik, tehát tudta, hova megy. Ehhez képest a többi ellenzéki jelölt nagyon profin, sokszor kikerülve a kérdésbe rejtett választ, kereke 60 másodpercben el tudta mondani az álláspontját tévesztés és belezavarodás nélkül. Tusk ezt nem tudta megcsinálni, de én nem vagyok benne biztos, nem vagyok választási szakértő, meg média szakértő se, de nem vagyok benne biztos, hogy nem volt valamennyire tudatos is az, hogy nem ő akart lenni a legjobb. Ugyanis, fel akarta hozni a leendő szövetségeseit. Hát, nincs ugyanis, túl gondolva? Nem, attól félnek a polgári koalícióban, nyáron is erről volt szó, hogyha a harmadik út nem jut be, nem lesz meg a 8%, akkor igazából mindegy, hogy ők mit érnek el, mert a PISZ a konfederációval valószínűleg akkor mandátumban többet fog szerezni náluk. Tehát kellenek a harmadik utas mandátumok. És az meg 8%. Az meg 8%. Tehát föl kell őket húzni föl valamilyen kell, mert módon. Mindig 7-8-9-re mérték őket folyamatosan, most 10 fölé mérik őket. Simon Holovnya, a harmadik út vezetője, a Lengyelország 2050 párt elnöke rendkívül jó volt. Nem csak szerintem, hanem a lengyel kommentátoroknak a nagyon nagy része szerint ő volt a legmeggyőzőbb az egész vitában. Mondjuk Holovnyáról tudni kell, hogy ő egy média személyiség, tehát ő egy televíziós műsorvezető volt valamikor, Csillagszületiket vezetett. Mindenki ismeri. Igen. De számít a tévévita eredménye a lengyel választások? Hát az nem számít valószínűleg, hogy ő milyen közegből jön, de az valószínűleg számított például a tévévitán, hogy őt semmilyen helyzet nem hozta zavarba. De a lengyelek nézik ezeket a vitákat? Rengetegen nézték, a felmérések szerint, ha jól emlékszem, 5,7 millióan nézték ezt a közvetítette több közszolgálati csatorna is. Külföldön is lehetett nézni, és azóta majdnem 1 millióan megnézték a YouTube-on is. Mm. Jó, hát közte vannak olyanok is, mint én, aki nem fog szavazni, de hogy
ez az Lengyelországban is nézettségi rekord. Tehát sokan nézték, feltetően a legtöbben a kormánypártiak, akiket egyébként azt gondolom, hogy Tusk egyébként se tudott volna meggyőzni. Tehát viszont Simon Holovnya, vagy mondhatni, ugye a konfederációnak volt ez még nagy szansz, ugye, hogy főleg kormánypárti jobboldali szavazók nézik a televíziót, és ők is ebbe a ideológiai közegbe, kulturális közegbe tartoznak. Ugye ott Bosszák nevét kell megjegyezni, fiatal emberről van szó, aki szintén nagyon jól szerepelt, nagyon felkészülten, és jó beszélőkéje van. Én azt gondolom, hogy nekik volt ez nagy szansz, és azért mondom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy Tusk részéről nem volt valamennyi tudatosság abban, hogy harmadik utat be kell vinni a szembe, és ez egy kiváló alkalom. Egyébként azért is lehet, mert a harmadik út, bár itt ez ilyen balliberális leendő koalícióról beszélünk, de ez a harmadik út azért inkább konzervatív. Szóval ugye a Lengyel Néppárt az eleve, és Holovnya is, a Lengyelország 2050. Ez a centrum igazából, de nagyon sok tekintetben konzervatív inkább, mint liberális. A választással egy időben népszavazás is lesz. 4 kérdés. A népszavazás az kinek dolgozik? A népszavazás valószínűleg a kormány azért kezdeményezte, hogy ezzel is mobilizálja a törzsszavazóit. Ugye a PISZ szavazóbázisa az azért a rurális vidéki Lengyelország, tehát a kis települések, 10 000 fő alatti kis települések, akiket ha jól mobilizálnak, akkor az elmúlt elnökválasztás és az elmúlt szeimválasztások is azt mutatják, legalábbis az utóbbi 2, hogy többen lehetnek, mint a városi szavazók. Tehát őket el kell vinni az utolsó szálig, és akkor meg lesz a győzelem. Na most ennek a stratégiának a része véleményem szerint ez a 4 kérdéses népszavazás. Ez egyébként nem 4 igenes, hanem 4 nemes népszavazás. A kormány, ez nem tudom, hogy jó stratégiája. Hát az ország igenekből épül, nem igen. Volt egy ilyen. Szerintem fordítva kellett volna föltenni a kérdéseket, de mindegy, ez nem az én dolgom. Mi a 4 kérdés? Hát igazából olyan kérdéseket tettek fel, amelyekről olyan nagyon nagy vita nincs is. Ez egyébként a tévévitában is kiderült, hogy igazából nem mond más az ellenzék. Mik a kérdések? Most lehet, hogy sorrendet nem fogjuk jól mondani, de az egyik az, hogy akarja-e, hogy lebontsák a határzárat a belorusz-lengyel határon? Hát ezt igazából senki nem akarja, hogy lebontsák. Akarja-e, hogy az Európai Unió által megszabott kvóták szerint Lengyelországba is telepítsenek migránsokat? Hát ezt igazából jelen pillanatban egyik párt sem különösen akarja. Nyilvánvalóan itt lehetett arra hivatkozni, hogy amikor Donald Tusk az Európai Unióban tevékenykedett, akkor fogadtak el ilyen pártot, meg az Európai Néppárt is támogatta a kvótákat. Aztán van egy olyan kérdés, hogy akarja-e, hogy fölemeljék a nyugdíjkorhatárt 67 évre? Hát volt ilyenről szó sok-sok évvel ezelőtt, föl is emelték, azóta a PISZ lecsökkentette, de most senki nem akarja fölemelni. Itt is ugye a polgári platformot azzal támadja meg Tuskot a tévévitában, és azzal támadta Morawiecki, hogy hát Tuskék emelték föl annak idején, mégpedig, hát ez nem sugalnak, explicit mondják, a német nagy tőke kívánságára. Több lengyel kéz dolgozzon a német gyárakban. Igen, igen, igen. És akkor a negyedik kérdés, ami lehet egyébként az első sorszám szerint, hogy akarja-e, hogy a lengyel gazdaság stratégiai ágazatait privatizálják? Most nyilvánvalóan erre is azt jelenti, hogy nem. Tehát ezek nem olyan kérdések, amelyekre ami olyan nagy vitákat hoz. Az ellenzéknek az a stratégiája, hogy ne vegyék fel a szavazólapot. Mégpedig megmondom miért. Ugyanis az a szabály, hogy itt ugye országos, itt nincsenek választókerületek, tehát itt egy nagy urna van, minden szavazat számít. Na most akkor érvényes a választás, vagy a népszavazás, ha a leadott szavazatoknak, illetve nem, a választáson résztvevőknek több mint a fele szavaz érvényesen.
Na most, ha nem veszik fel a szavazó, vagy nem veszik fel a cédulákat, akkor ugye nagy eséllyel érvénytelen lesz az egész. De számít valamit, hogy érvénytelen? Hát nem az a lényeg, hogy sokkal többen mondják, hogy nem. Ilyen népszavazásokat szoktak csinálni. Igen, de akkor fontos. Az derül ki, hogy 99%-a azt mondja, hogy nem, és akkor a kormánynak van igaza, mindenki azt akarja, amit de a kormány. Így is, úgy is a kormánynak lesz igaza, attól is, hogy érvénytelen-e a népszavazás. Ez világos, igen, de ugye erre mondják az ellenzékek, hogy ezek ilyen hamis kérdések eleve, meg hamis alternatívák. Ez a tévévita kapcsán is elhangzott utólag, hogy hamis alternatívákat tettek fel kérdésként a résztvevőknek, hiszen ott is nagyjából így hangzottak el, hogy ezek a kérdések, ezek mind szerepeltek a vitában, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a határzárat meg kell tartani a lengyel-belorusz határon, ezzel szemben a másik vélemény az, hogy le kell bontani a lengyel a határokat. És hát sugalva, hogy az ellenzék akarja nyilván lebontani. De a kormánypárti szavazókat egy népszavazás fel tudja izgatni annyira, hogy akkor is elmenjenek, ha egyébként a országgyűlési igen. választásra nem mentek volna el? Ez a külső szemmel az a benyomás, az ember Lengyelországba jár, most elmúlt hónapban jártam, hogy ez a népszavazás ez nem nagyon mozgatja a lengyeleket. Sokan szerintem azt sem tudják, hogy miről fognak ott szavazni, hogy egyáltalán van-e. Nincsenek jelen. Alig van egy-két óriás plakát a népszavazásról. Tehát a tévévitában nem is nagyon hangzott el, hogy lesz népszavazás, talán egyszer. Még akkor is, ha kérdésekről vitáztak, vagy látszólag vitáztak. Tehát nincs túl propagálva, ez nem tudom, hogy azért, mert a kormány is rájött, hogy ebbe kár túl nagy energiát fektetni, vagy lehet, hogy célzottan egyébként kis településeken próbálják ezekkel az embereket mozgósítani, de úgy külső szemmel nem nagyon tűnik úgy, hogy nagy energiát fektetne még akár a kormánypárt is abba, hogy ez a népszavazás valamilyen módon érvényes és eredményes legyen. Ugye Magyarországon azért, amikor legutóbb ilyennel találkoztunk, azért elég nagy kampány folyt a népszavazás. De súlyt helyeztek arra, súlyt hogy helyeztek. Önnek mi az végeredménye. Igen, igen. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez mozgósít-e, vagy nem mozgósít. Vannak, akik azt mondják, hogy ennek van, a gyakorlat azt mutatja, meg nyilván nem véletlenül találták ezt ki a lengyel kormánypárti stratégák, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ezzel akár 100-200-300 ezer embert is pluszba el lehet vinni, akik egyébként nem mennének el szavazni. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e nekik. Az biztos, hogy az ellenzék se igen, és sem nem mellett nem kampányol, és mind az összes ellenzéki pártvezetője kijelentette, hogy az a legjobb stratégia, föl sem veszik. Itt is van egy buktató egyébként, nagyon érdekes, hogy ha nem elég nem felvenni a szavazó lapot, hanem be kell jegyeztetni, hogy ő nyilatkozik arról, hogy nem veszi fel. Tehát megkövetel egy aktivitást. Igen, attól, ha nem ellenőrzi az illető, hogy, és nem írják be oda, hogy ő megtagadta a felvételt, vagy elutasította a szavazó felvételt, akkor igazából az beleszámít a részvételbe. Hiszen ott volt. Nem csinált semmit. Ugyanígy, ha üresen dobják be, ha áthúzva dobják be, az mind beleszámít. És a részvétel meg beleszámít az érvényességbe. Igen, hiszen igen. Részt vettem a szavazáson. Igen. Tehát igazából ez kis helyeken lehet probléma, hiszen aki nyíltan megmondja, szerintem felvet egyébként aggályokat, nem tudom, hogy lesznek ebbesz megfigyelők lengyel választásokon is, ezért felvet azért aggályokat, hiszen azt ugye lehet tudni a politikusi állásfoglalásokból, hogy aki nem fogja felvenni, az nagy eséllyel ellenzéki. De erről neki ott nyíltan szint kell vallani a szavazó bizottság előtt. A lengyelek milyenek, amikor nyíltan szint kell vallani arról, hogy kormánypártiak vagy ellenzékiek? Mi magyarok különfélek vagyunk, van, aki soha nem mondja meg senkinek, van, aki pedig büszkén vállalja a politikai identitása. Én azt gondolom külső szemlélőként, hogy a két nagy között, a PISZ és a polgári koalíció között, olyan élet-halál harc folyik, de ők tényleg így fogják föl, hogy ez egy élet-halál harc mind a kettőnek. Az egyik azt mondja, hogy ha jön az ellenzék, vége lesz Lengyelországnak, ide beengedik a migránsokat, oda lesz a lengyel hadsereg modernizációja, lengyel-német gyarmat leszünk, ezt Kaczynski ki is mondta. A másik meg azt mondja, hogy liberális demokrácia vagy
vagy autoriter rendszer, ebbe kell gondolkodni. Szarkasztikusan láttam ilyen politikai kommentátorokat, hogy arról szól a választás, hogy ki kit fog elítélni a választások után, vagy bíróság elé állítani, tehát nyilván ezek túlzások. De a lényeg az, hogy élethalálharc. Én szerintem ez a két nagy tábor, ők bevallják, hogy hova tartoznak. Én még nem találkoztam olyan PISZ-essel, vagy PO-ssal, polgári koalíciussal, polgári platformossal, aki szégyelte volna, hogy hova tartozik. Kisebb pártoknál nem tudom képzelni, hogy azt mondja, hogy magánügy, és nem fogom megmondani. De ennél a két nagy erőnél szerintem nem. Ők verbálisan is nagyon-nagyon egymásnak tudnak menni, nyilvánosan is, és kulisszák mögött is. Lengyelországban az jellemző, hogy kormányváltáskor a győztes megpróbálja becsukatni a vesztest? Hát még nem volt rá példa, de most a kampányról is beszélünk. Ugye itt a polgári koalíciónak volt egy 100 pontból álló programja, amit Donald Tusk jelentett be néhány hete. Abban vannak olyan pontok, több is, ami arról szól, hogy bíróság elé állítják majd Mateusz Morawieckit, Jaroszláv Kaczyńskit, Zbigniew Ziobrot, és így tovább, Andrzej Dudát, stb. A jogállamiság, az alkotmány megsértése, egyéb ügyek miatt, korrupciós ügyek miatt, stb. Konkrétan nevesítve, hogy kit miért. De még erre nem volt példa, és azt gondolom, hogy azért ez nem is ilyen egyszerű, főleg nem 100 nap alatt, ahogy ezt akkor bejelentették, hogy 100 pont 100 nap alatt, 100 konkrétum 100 nap alatt, ugye ez volt a jelszó. De minden esetre most van ilyen kimondott explicit kormány, vagy illetve pártprogram. Az előző választások idején migráció már volt, de ukrajnai háború, orosz agresszió még nem volt. Az orosz agresszió átírta a lengyel választási kampányt, vagy nem? Nem írta át, mert abban nincs vita, leszámítva a konföderációt. Az összes többi párt között nincs abban vita, hogy Lengyelország stratégiai érdeke Ukrajna területi integritásának a helyreállítása, Ukrajnának meg kellene nyerni ezt a háborút, Oroszországot ki kell szorítani Ukrajna teljes területéről, beleértve Krímet. Ebben konszenzus van. A konföderáció lók ki ebből a sorból, akik azt mondják, hogy nem kellene befogadni ennyi ukrán menekültet, nem kellene nekik szociális támogatást adni, nem kellene nekik gyerekek után jár, családi pótlékot adni, nem kellene feltételek nélkül támogatni az ukrán harcot, fegyverek szállításával, stb. És egyébként Oroszországgal szemben sem kellene ilyen ellenségesnek lenni. Ezt a konföderáció számos tagja többször elmondta, ők az egyetlen kivétel, ők próbálják ezt tematizálni, és valószínűleg egyébként a kormányon lévő PISZ a kampányban ezért is változtatott picit a túlzott ukrán barát megnyilatkozásain, és vett vissza ebből, mert úgy valószínűleg azt gondolták, hogy szintén jobb nemzeti oldalon álló konföderáció elvisz tőlük szavazatokat, akiknek elege van, vagy belefáradtak ebbe az ukrán-orosz háborúba, és azért sok ilyen van Lengyelországban, egyébként a politika is valamennyire belefáradt, úgy látom, de minden esetre láthatólag itt most volt egy kis ukrán-lengyel csörte az elmúlt időszakban, és ugye itt a gabona, ukrán gabona szállítások kapcsán, és hát viszonylag keményen kiállt a lengyel kormány a lengyel érdekek mellett, Ukrajnával szemben explicit, ami eddig ilyen nem volt, és ennek valószínűleg az lehetett az oka, hogy nem tehették meg egyszerűen a kampányba, hogy nem védik a lengyel érdekeket az ukránnal szemben, mert a konfederációnak ez hát végül is nagy szansz volt a szavazat szerzésre. De a két lehetséges koalíciós oldalon belül csak egymástól tudnak elvinni szavazatokat a lengyel hát politikában? Hát ez az érdekes, igen. A konfederáció és a PISZ között van valószínűleg a legnagyobb átjárás, és van valamennyi átjárás a harmadik út és a konfederáció között is. Mégpedig abból kifejezően, amit itt az első rész végén mondtam, hogy ez a harmadik út inkább ilyen konzlip centrum. És ők is gazdaságpolitikailag inkább libertáriánusok, tehát kevesebb állami osztogatás hívei. Ezért szerintem az a szavazó, aki a konfederációt
mondjuk gazdasági szempontból jónak tartja, tehát mondjuk a vállalkozó rétegből jön, aki nem függ az államtól, nem érdekli az állami támogatás, megvan a saját bizniszével. Csak nem akar sok adót fizetni. Csak nem akar sok adót fizetni, az tetszik neki, de mondjuk ideológiailag túl radikálisnak gondolja, annak jó a harmadik út is. De a harmadik út a másik oldalon van. Az a másik oldalon van, igen. Ez ilyen a lengyel politika. Bonyolultabb, mint a magyar, sokkal. Úgyhogy oda, láthatólag oda is mennek át. Ugye a hétről hétre nyilvános sorozott közönkutatásokat lehet látni, hogy mikor melyik csökken, mikor melyik nő. Ugye vannak 41 körzetre, vagy kerületre lebontott mandátumbecslések is, hol ugye mindig, mindenhol van egy utolsó billegő mandátum az elosztásnál, hogy hova esik, és egyszer így hozzák, hogy konfederáció, egyszer harmadik út, egyszer PISZ, tehát, hogy megy itt még a harc az utolsó, nyilván ki tud jobban mobilizálni, akkor oda fog az utolsó mandátum esni. Úgyhogy itt nem olyan egyszerű a képlet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ukrán háború nem alapvetően nem befolyásolta a lengyel választási kampány, mindig úgy is gondoltam, hogy nem ezen fog múlni, és láthatólag a tévévitán se vesztegettek sok szót a kérdésre, egyedül a konfederáció hozta föl ezeket, amiket itt az előbb elmondtam, hogy mit nem kellene már csinálni. Hogy néznek a lengyelek a gazdasági migrációra? Annak idején, 30 évvel ezelőtt egy polszki Fiat 126-tól bemigrálták egész Európát. Ugye a kampány témák között ez egy fontos, tehát miről volt szó? Migráció kérdése. Ez nagyon össze van mosva, és a vitán is összemosták az EU által kért kvótarendszerrel, a belorusz-lengyel határzár kérdésével, ugye egy tavaly évvégén ugye Lukasenka-Putyin páros által provokált határsértési akció volt ott, amit aztán a határőrök végül is visszavertek, majd felépítették a határzárat. Tehát össze van mosva ezzel, és össze van mosva, illetve a konfederáció összemossa az Ukrajnából beérkezett, most hivatalos statisztika szerint több mint 1 millió tartózkodási engedéllyel rendelkező ukrán menekült kérdésével. Erre persze majd még rájöhet a közel-keleti ügy is, bár most már mindjárt vége a választási kampánynak. Ez múlt szombaton történt, nem jött még rá az Izrael elleni támadás? Erről is beszéltünk, nem ilyen szempontból jött rá, hanem a másik kampány téma, a biztonság és a hadsereg szempontjából jött rá. Ugye ez volt a másik nagy kampány téma, hogy a kormány micsoda modernizációt ért el a hadseregben, Lengyelország biztonságát ők garantálják egyedül, óriási fejlesztések, hát most már GDP 4%-át akarják jövő január 1-től költeni a hadseregre. 2 a kötelező. Igen, hát idén már 3-at költenek, jövőre 4-et akarnak, és nem csak modernizációról van szó, hanem bővítésre is, tehát 300 000 fős hadsereg a cél. És ugye itt jött be ez az arab-izraeli háború, hogy a napokban lemondott a vezérkari főnök és a fegyveres erők műveleti parancsnoka, mert a kiszivárgott hírek szerint az Izraelből haza evakuálandó lengyelek ügyében, tehát volt egy ilyen akció, egyébként a lengyelek talán elsőként kezdték ezt az evakuációt Izraelből, átnyúltak a műveleti parancsnok feje fölött, és akinek egyébként dolga lett volna ezt megszervezni, és lebonyolítani, meg irányítani, és a védelmi miniszterhez, Mariusz Blaszczakhoz közel álló lojális tábornokkal végeztették el ezt a munkát, és volt már amúgy is egy konfliktus a miniszter és a tábornokok között hosszú hónapok óta, valószínűleg azért, hogy a kormánypárt milyen mértékben használja kampánycélokra a hadsereget. De mennyire lehet egy hadsereget kampánycélokra használni? Hát, a honvédelmi miniszter az mindenhol fotózkodhat a vezérkari főnökkel. De nem csak a honvédelmi miniszter fotózkodott, hanem Jaroszláv Kaczynszki is katonák gyűrűjéből támadta a Tuskot augusztusban. Az augusztus 15-én van a lengyel hadsereg napja. Ez egyébként a 1920-as lengyel-bolsevik háború győztes csatájának a napja. Varsói
Visztulai csoda néven futott be a történelemben. Ugye akkor most felvonulás is volt, és ezeket a felvonulásról készített képeket viszont láthattuk a kormánypárt reklámvideóiban, kampányvideóiban. A miniszter, a Kaczyński és mások is katonai járműveken tartottak szónoklatokat, amelyben természetesen az ellenzéket és Donald Tusk egykori kormányát támadták. Tehát ez nagyon erősen benne volt, és feltehetően azért sok tábornoknak ez nem tetszett, a hadsereg ilyen politikai célokra való felhasználása. Nincsenek lecserélve a tábornokok Lengyelországban, amikor jön egy új kormány? Hát nem feltétlenül kell lecserélni, de az minden esetre azért nagy kő volt az állóvízbe, hogy itt a választások előtt 5 nappal lemond a 2 legfelsőbb tábornok a hadseregben. Tehát, tehát ez volt a másik kampánytéma. És hát a gazdaság, ugye itt már ez is szóba került, az volt a harmadik, ez mindennel összefüggve a nyugdíjkorhatárral, a nyugdíjak mértékével, ugye a kormány 13.-14. havi nyugdíjat is ígér, nyugdíjkorhatár alacsonyan tartása, a munkanélküliség, hogy most az elmúlt 30 évben a legalacsonyabb a munkanélküliség, bezzeg Tusk kormányok alatt magasabb volt, persze azelőtt meg még magasabb volt, tehát ez azóta folyamatosan csökken. Tehát ezek domináltak főképpen, de amit megegyeznék, és talán lesz hatása a végkifejletre, hogy most nincs igazából a kormánynak olyan erőteljes ígérete, ami önmagában mobilizálna. Tehát 4 meg 8 éve nagyon komoly, kézzelfogható ígéreteket kaptak a választópolgárok arra, hogy ha mi nyerünk, akkor ennyi meg ennyi zlotit fogtok havonta kapni a pluszba a zsebetekbe. Ez mintha kifulladt volna, tehát nincs új ígéret. Jó, de a 13. meg 14. havi nyugdíj az nem ilyen? A nyugdíjasoknak igen, de azért a társadalom nagy részére nem. Tehát azért, amikor azt mondták annak idején 8 éve, hogy 500 zlotit adunk minden gyerek után, mondjuk 3 gyerek után az már 1500 alanyi jogon, nem nettóban, semmiféle munkához nem kötve, adózáshoz nem kötve. Mennyi az forintba? Hát most ugye úgy számoltam, hogy most az az egyetlen ígéret, hogy ezt 800-ra emelik, és ezt átszámoltam, hogy akkor 3 gyerek után ez 200 000 forint nettó havonta alanyi jogon. Az elég jól hangzik. Hát ez mondjuk ez a családi pótlék, magyarra lefordítva, alanyi jogon. Tehát mondjuk ilyen ígéretek most nincsenek. És mondjuk most az 500-ra, a 800-ra emelés is, hát igazából az inflációnak a kiegyenlítése. Tehát ez most nem olyan konkrét ígéret, hogy mint ami korábban volt. Vagy még az újszülöttek után járó 300 zlotyi havonta nettóba, meg amikor Lengyelországban is bevezették, hogy 26 éven aluljaknak nem kell esziát fizetni. Tehát vannak ilyen, de most nincsenek. Tehát az a 13-14. Havi nyugdíj a legkonkrétabb ígérete most a kormány oldalnak. Viszont ha már itt tartunk, akkor ugye itt már nagyon összehoztam, meg mindenki összehozza, hogyha nem lesz egyedül többsége, már pedig valószínűleg nem lesz, akkor majd a konfederációval lesz kénytelen koalíciót alkotni. De most a konfederáció azzal kampányol, hogy semmiféle osztogatás nem lehet. Akkor hogyan lehet majd egy olyan kormányprogramot végrehajtani, aminek az a legfőbb kézzelfogható ígérete, hogy még 14. havi nyugdíjat is adunk. Még egy fontos tárca kinevezése. Ilyesmi nem? Ez nem működik Lengyelországban? Hát igen, csak azért, mint a legelején arról beszélgettünk, hogy itt nagyon sok párt képviselőbe fog kerülni a szembe. Csak a konfederáció frakciójában lesz 4 vagy 5 párt, akik mindenkinek nem lehet pozíciót adni. Tehát annyi államtitkári pozíció nincsen, hogy mindenki ki legyen elégítve. Tehát azért ez egy nagyon nehéz menet lesz szerintem, ha neki koalícióra kell kényszerülni. Az ellenzéki oldalon nyer, ott hány párt lesz? Azt már összeszámolta a listákon? Hát ugye van ez a 3 lista, még egyszer a polgári koalíció listája, a harmadik út listája és a baloldal listája. Azt sem hiszem, hogy túl könnyű tárgyalásokat vetít előre, ha nekik lesz 3-uknak többsége. De azt gondolom, hogy ők közelebb állnak egymáshoz gazdasági téren. Legalább arról nem kell vitatkozni. Igen. Minden másról. Igen. Szerintem külpolitikailag is közelebb állnak hozzá egymáshoz.
inkább ilyen ideológiai viták lehetnek. Ugye nagyon felvállalta a polgári koalíció azokat a kérdéseket, amelyek az elmúlt években meghatározták a lengyel legnagyobb vitáit. Abortusz kérdés, családon belüli erőszak kérdése, egyház-állam szétválasztásának kérdése. Ezekről egyébként nagyon érdekes, hogy a tévévitában egy szó sem esett ezekre a kérdésekre. Hát az ellenzék tematikája. Miért esett volna? Így van. Na, hát világos. De mégiscsak ezek mozgatták meg a legnagyobb tömegeket, láttuk, óriási tüntetések voltak időről időre ilyen kérdésében. Most azonos neműek házassága. Egyáltalán az élettársi kapcsolatok bejegyzése férfi és nők között. Ugye Lengyelországban jelenleg ilyen sincsen. És még mondhatnám ezeket a úgymond identitás kérdések körébe sorolható ügyeket. Itt valószínűleg azért a három ellenzéki között is lennének viták, hiszen, mint mondom, azért a Lengyel Néppárt és a Lengyelország 2050 harmadik útja azért konzervatívabb ezekben a kérdésekben, mint mondjuk a baloldal, amely egyértelműen fölvállalta ezeket az ügyeket, meg a nők ügyeit, meg az oktatás és egyéb ilyen társadalmi ügyeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen. De persze lehet, hogy mentségükre ez, hogy nem is kell ezekkel foglalkozniuk, mert arról is beszéltünk, hogy Andrzej Dudának vétójoga van, és nagyon nehezen tudom elképzelni egyébként, hogy Andrzej Duda alá fog írni egy olyan törvényt, amely mondjuk az abortuszt engedélyezi, vagy azonos neműek házasságát engedélyezi Lengyelországban. Ugye itt bejön a képbe az, hogy mi lesz akkor, ha ellentétes oldalról jön a kormány, meg az elnök. Együttélés. Nehéz együttélés. Nehéz együttélés. Volt már ilyen a lengyel elmúlt 30 évben, és hát látszik a vétók számán is, hogy azért akkor van több vétó, mikor különböző oldalról jönnek. Könnyű kiszámolni. Igen. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Mitrovics Miklós történész, Lengyelország szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.